elfogták a gyanúsítottakat. A felvételen az látható, ahogy a 33 éves nagyszállási E. Attillát és a 37 éves nyíregyházi E. Róbertet elvezeti a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint szombat délután 3:30-4 óra körül többször is megszúrták 44 éves rokonukat egy nyíregyházi parkolóban. A rendőrök még aznap kiadták az elfogató parancsot az ismeretlen helyen tartózkodó két feltételezett elkövető ellen. Április 11-én hétfőn mindkettőjüket elfogták. A testvérpár és a velük rokoni kapcsolatban álló sértett találkozójára egy nyíregyházi élelmiszeráruház parkolójában került sor. A rendőrség adatai szerint a két gyanúsított, miután megérkezett, minden előzetes szóváltás nélkül több alkalommal megszúrta a 44 éves nyíregyházi férfit, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a két gyanúsítottat őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Úgy tudjuk, a nyíregyházi sértett jelenleg a Józsa András kórházban van. Életmentő műtéten esett át, az egyik kiszúrás ugyanis a tüdejét érte. Állapota még mindig nem stabil, információink szerint eddig a rendőrség sem tudta kihallgatni.